Éppen azt mutatja a bogyiszlói polgármester, honnan érkezett legutóbb hozzájuk a szociális tűzifa. Ugyanis ők is éltek azzal a lehetőséggel, amivel számtalan másik 5000 lakos alatti település. Egy 206 köbméternyi tűzifa lehetőség van Bogyiszlón. A képviselőtestület pedig nekem olyan szabályokat készített, hogy minden jogosult, aki lakásfenntartási támogatást kap, vagy kis nyugdíja van, nyilván a mi szociális rendeletünk pontosan szabályozza, egy köbméter szociális tűzifát kapjon. Tehát nincs nagy differenciálási lehetősége a polgármesternek, egy köbmétert mindenki, aki jogosult. Most pillanatnyilag november közepéig 145 köbméternyi igény jött be, még azóta is jött november végéig, de ezzel egy helyi vállalkozót bíztunk meg, aki a szállítmányozást végzi, hogy kiszolgálja a jogosultakat. Nyilván elkészültek a határozatok számukra, hogy ki kapja meg ezt a tűzifát, és ennek a kiszolgálása jelenleg is folyik. Pillanatnyilag 95 köbmétert már megkaptak a jogosultak, és még karácsony előtt a 145 korábban beérkezett igény mindet igyekszünk kiszolgálni. Mi házhoz szállítjuk. Vannak önkormányzatok, akik egy telephelyre nagy kamionnal leszállítmányozzák, és onnan kell elvigyék a jogosultak, utánfutókkal, stb. De mi elvisszük nekik oda, ahova kérik, és még hogyha idős vagy nyugdíjas, akkor be is visszük az udvarukba, és oda letesszük az egy köbmétert. Ez is egy segítség, hát egy köbméter fa az esetleg kisebb kályába két hétig is megteszi. Hát nyilván feltételezzük, hogy mindenki gondoskodik saját magáról is, hiszen most egy furcsa példát mondok, de még a mezei egerek is összegyűjtik a télira. Hát készül mindenki, az összes élővilág, tehát feltételezzük, hogy az emberek is, amennyiben nem teljesen elhagyatottak. De erre viszont ugye van a mi szociális hálónk, a családsegítő szolgálat, stb. A szociális tűzifa programnál a képviselőtestület kifejezetten azt kérte tőlem, hogy itt most fókuszáljunk az egyedülálló kis nyugdíjasokra is, az idős nénikre, vagy esetleg bácsikra, akik egyedül vannak, és akiknek távol vannak a gyermekeik, hogy ők is valamikor kapjanak egy ilyen segítséget, amennyiben beleférnek a mi keret határainkba. Soha nem kaptam még, egyszer most kértem, és akkor kaptam. És annyira örültem neki, hogy még levélben meg is köszöntem a polgármester úrnak, meg a hivatalnak, hogy nagyon szépen köszönöm. Nagyon örülök neki, kimondottan nagyon örülök neki. Soha nem kaptam még semmit se a hivataltól. Most egyedül maradtam, a férjem meghalt. És akkor így kaptam. Ebben az esztendőben a belügyminisztérium 5 milliárd forintot különített el a költségvetésből erre a célra. A program még 2011-ben indult el. A Tolna megyei Kurt település is pályázott szociális tűzifára. A minisztériumtól 64 köbméter tűzifát, erdei köbméterre gondolok, tűzifát kapott a település, ezt már mindet kiosztottuk. Furcsa módon nem 64, hanem ennél több család kapta, hiszen tehát olyan nagy volt a jelentkezők száma, hogy az utolsó 5 köbmétert azt már 10 embernek osztottuk szét. Vannak olyanok is, akik valóban rászorulók, idős, esetleg beteg emberek, ők úgy gondolom, hogy erre nagyon-nagyon rászorulnak, és jó dolog, hogy ezt megkaphatják. 10 vagy 12 igény nem tudtunk kielégíteni. Itt ezek javarésze olyan volt, ahol a megfelelő dokumentumokat nem nyújtották be a lakosok. Talán egy picikét a településen lakók szociális helyzete javulhat, abból gondolom, hogy nyilván ezt a kiosztást mérőszámok alapján teszi meg a minisztérium, és az előző években magasabb, 3 éve 92, a tavalyi évben 86, és hát most 64 köbmétert kaptunk, tehát ez egy csökkenő tendenciát mutat, de valószínűleg azért, mert tehát az elmúlt években tehát elég sokan el tudtak helyezkedni azok közül, akik előtte munkanélkül voltak. Én gondolom, hogy ez tehát igazságos ez az elosztás. A támogatásból vásárolt tüzelőanyagokat az önkormányzatoknak legkésőbb 2021. február 15-éig kell kiosztania.